nézzetek, mire értem haza! Egy hatalmas csomagra! 9 kiló! Csak sejtem, mi van benne. De mindjárt jó, megnézzük. Srácok, jól telt az első iskola hét. Vagyis hát elég csonka hét volt, de... Nagyon érezni a városban. Kaptam egy csomó bubit. Ez bizony a Walden Farmtól jött, kérem szépen, úristen! Köszönöm szépen a Walden Farmsnak. Megnézzük egyesével, hogy mik ezek. Először is, ugye a Walden Farms termékeket azért szeretem nagyon, mert nulla kalóriásak, de diétában ezek nagyon jók. Ezekben nincs cukor, nincs zsír, nincs benne szénhidrát, gluténmentes. Mindenféle salátaöntetéik, meg szószaik vannak, meg krémeik. Ez például egy creamy bacon ízesítésű Walden Farms salátaöntet. Úristen, ezt még nem kóstoltam. Ez egy francia vanília ízesítésű kávétejszín, café creamer. Tehát ez valami krémesítő dolog. Ebből létezik amúgy mogyorós, sweet cream, valami édeskrém, original cream, tehát ez szerintem valami tejszín jellegű dolog lehet, illetve mókka ízesítésű. Én a vaníliásat kaptam. Nagyon be vannak csomagolva, úgyhogy most kibontogatom őket. Bár a terv az volt, hogy mindent kibontok és letesztelek, de aztán benéztem a hűtőbe, láttam, hogy nagyon-nagyon nincsen benne hely, úgyhogy pazarolni meg nem szeretek. A kibontott termékeket pedig hűtőben kell tárolni, úgyhogy ahogy folyamatosan használom őket, fogom nektek bemutatni. Már most el tudom mondani, hogy a barbecue szószt isteni, sőt húsra vagy salátára öntve is. Az Ezer Sziget öntetet korábban is használtam, szeretem, ismerem, aki szereti a savanyú önteteket, próbálja ki bátran. Sziasztok! Most egy nagyon különleges találkozóra megyek. Itt van Jolanda Dawson, Instagrammal Jolcsita Eats néven ismerhetitek. Most csak közben cukorkát vágok. Szóval itt van Joli Magyarországon, és szervezett ma estére a Vegan Lab-ba, a Bartók Béla útra, Szent Gellért térre egy ilyen randomista találkozót. Jön Réka is, jön Zsofka, néhány lány, akiket csak névről ismerek. Nagyon kíváncsi vagyok, Rékával már régóta el akarunk menni a Vegan Lab-ba. Valószínűleg az étel részével nem lesz probléma. Én hoztam Jolinak, mivel ő vegán. Épp nagy szívalszalásokban vagyok. Párom hazállított, vagy 10 kilónyi házi szilvával. Ők szedték a párom, úgyhogy ezt meg lealszaltam. Teljesen vegán, bio. Remélem fog neki örülni, illetve hoztam még a Jolinak ilyen egész rózsaszirmot, mert ő is szereti nagyon díszítgetni a fotóit. Joli amúgy Berlinben él, édesapja angol, édesanyja magyar, beszél tökéletesen magyarul, egy nagyon-nagyon cuki lány, csupa mosoly, vidámság, gyönyörűeket alkot, úgyhogy ha vegán inspirációra vágytok, kövessétek őt Instagramon, a blogja is nagyon érdekes, hasznos információkat tartalmaz. Megkeressük Rékát. Adja valami tapasztalat. Boldog szülinapot! De tuki vagy, Réka! Köszönöm szépen, várjál! Én sárgában vagyok, és összes bogárám talán. Hát ez a Réka. Oké! Puszi! És most megkeressük a Vegan Lab-ot. Te tudod, Réka, van egy? Igen, most már láttam, hogy itt van már. Hello, a amúgy szerintem ez az első hírkezés valahol időben, vagy korábban. Ha megérkeztünk a tett helyszínre. Tudom, Joli. Úgy látom, ő is kamerázik, úgyhogy... Ja, hoppá! Fagyi visszanya! Jön a Zsófi! Milyen szép élőben ez a Joli hallom! Nagyon! Joli soha nem volt ruhád, és most felvette. Csak nektek, nézzek!
társaság másik fele, Zsokkát megismerem a fekete nadrágjáról. Gyugrom. A barbillát is. Anya! Annyira jó van őt találkozni mindig élőben. Van egy képesek, bizony. Holna nézzétek magam, sült cékla, jól látom. Édes burgonya. Ez talán kinoa. Csicseri borsó, szójaszószok. Megy a tojézgatás, mennek a információcserék, megérkezett az első hamburger. Ez az igazi food porn. Ez carb. Kezdett Barbillának is a gluténmentes buciból készült hamburgere, amiben nem is tudom, hogy van. Tofu van, sőt, hagyma, jól látom. Van valami vegán, valami vegán sajt is van rajta szerintem. Valami vegán sajt, valami vegán. Érkeznek a zöld turmixok. Nagyon megnőtt az egy nézetméterre jutó Instagram-enek száma. A étkező közönség valószínűleg legnagyobb örömére. Ez tökéletes. De nem az enyém volt, az itt a bonyos. Igen, ugye, paramon. Csak kemonyos. Jó. Ennyi fotó még nem készítünk, mert én nem szoktam, hogy hidegen eszek szinte minden étel, de ez már így csak lesz. Lehet, hogy van, akinek ez még furcsa, csak mérsékelten nézem benne, hogy bolondom, de hát Pesten, ez még annyira, Magyarországon ez még annyira nem megy. Nagyon-nagyon finom. Ez valamilyen, nem tudom, majonéz, egészségű kolbászi van, azt alapítottuk meg Rékával. Ez ugye a tömpőbuci benne, guacamole, vegán cheddar, cheddar sajt. Mi a milyen sajtod? Nagyon finom. Isteni volt, minden elfogyott, mindent megettünk. Mindenkinek ízlett minden. Joli, hogy ízlett? Nagyon jó. Réka. Réka szokásos. Queen. Tök rendesek voltak a srácok, mert igazából már 8-kor bezárt a hely. És 8:30 van, úgyhogy csak finoman nem dobtak ki bennünket. Itt vagyunk a Réka Verdában. Vagy lerohad, vagy nem. Vagy elindulunk, vagy nem. Ez remek este volt a Vegan Lab-ban. Nagyon szépen köszönjük a srácoknak. Nagyon jókat csináltak. Isteni volt a hamburger. Úgyhogy én a mexikói jó szívvel ajánlom bárkinek. De fogunk még menni, úgyhogy végigkóstoljuk majd az összeset. Nagyon jó volt találkozni a lányokkal. Jolanda valami bámulatos személyiség, lehengelő, az energia, ami benne van, egy igazi energiabomba. Meg megmutatom, miket kaptam Rékától szülinapomra. Van benne mindenféle ilyen konyhai cukiság. Ezt még felismertem, ez egy ilyen mini szilikonos vágódeszka. Tök jó pofa. Van egy mókusos keverőkanál. Ilyen keverő, tök jó pofa, maga a mókus farok része a keverő rész. Van benne egy ilyen, ezt láttam már korábban YouTube-on, ez egy ilyen spray dolog, bele kell tenni a citromba, bele kell nyomni, a citromnak te kell vágni a talpát, belenyomod, kicsit összenyomod a citromot, hogy a rostok feloldódjanak, és itt tudsz fújni salátára, magát a citromlevét, őrület mik vannak, alig várom már kipróbáljam. Volt a csomagban még egy ilyen, szerintem ez egy pohár jelölő, de majd megkérdezem Rékát, hogy mi ez. Illetve
van még a dobozban egy ilyen mandulatej, ami eperízesítésű, azt mondta Réka, hogy ez nagyon-nagyon finom. Ezek meg ilyen gyümölcs, szerintem ilyen gyümölcsasszalvány lehet, alma és áfonya. Illetve kettő gyümölcslé, egy almás és egy körtés. Ezekben nincs hozzáadott cukor, gluténmentesek. Alig várom, hogy megkóstoljuk ezeket is holnap. Illetve volt még a dobozban valami, erre nem jöttem rá, hogy mi. De ez szerintem két újnak a helye. De hogy azon kívül ezt mire lehet használni? Valami ötlet, Tamás? Na mindegy. Szóval ennyi lett volna most ez a vlog. Remélem tetszett. Ha tetszett, lájkoljátok. Narancspucoló. Tamás azt mondja, szerintem narancspucoló. Ezzel beleteszed így, és végig húzod. Szóval Tamás megfejtette, ez egy narancspucoló lesz. És van is benne igazság. És fölteszed, és ott van egy pici kampórész. Azzal fölhasítod. Na szóval, iratkozzatok fel a csatornára további tartalmakért, vigyázzatok magatokra, sziasztok!